azt lehet mondani, hogy az a háború, amit a II. Világháború jelentett, az folytatódott az 50-es években is, mégpedig a hatalom háborújaként a társadalom ellen. Kétfelé szakadt a társadalom, voltak fönt a diktatúra urai, és volt lent a nép, amelyik ellen módszeres és aljas háború indult, folyt. De mégis, miközben ezt nagyon határozottan szeretném hangsúlyozni, az én gyermekkorom, a kamaszkorom ugyanolyan szép volt, mint bárki másé. Nem hűült hozzá mindenki a diktatúrához. Az Arany Jánosi mérték, hogy minden körülményben embernek maradni, ez létezett a valóságban. Talán szerencsém is volt, olyan tanárok tanítottak, akikre emberileg föl tudtunk nézni, akik nem azzal foglalkoztak, hogy becsapjanak minket, hanem azzal, hogy valamilyen furcsa módon, rejtetten vagy nem rejtetten beavassanak minket a magyar történelembe, tilalmas dolgokról is szót ejtsenek. Így elmentünk ilyen erdőkbe, a sóstói erdőbe, leültünk a fák tövébe, és ott hallottuk a történelem tanárunktól az erdélyi magyarság történetét. A magyar tanárunktól ott hallottuk azokat a verseket, amelyeket már a diktatúra cenzúrája betiltott. Egy szóval az emberi kapcsolatok, azok erősek voltak, és mindenféle nosztalgia nélkül azt mondhatom, tisztábbak, egyenesebbek és szilárdabbak, mint manapság. Miközben tehát tisztán kell látnia az embernek, hogy milyen társadalmi viszonyok, milyen történelmi körülményekben nőtt föl, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy eme mostoha körülmények között igazi emberekre találtam, igazi emberekkel hozott össze a sors, barátokkal, atyai jó barátokkal, akiktől emberi tisztességet és igazságot lehetett tanulni.